Egyre több olyan bejegyzéssel találkozok, melyekben a kertulajdonosok egy-egy növényről szeretnék megtudni, hogy az adott esetben mérgező-e vagy sem. Mindezt teszik abból adódóan, hogy újabb növénytelepítéseket szeretnének a kertjükben végrehajtani, azonban a családban előfordul egy-két gyerek és egy-két állat is, és az esetleg előforduló baleseteket szeretnék ezzel megelőzni. Nincsen könnyű dolguk, hiszen egy átlagos kertben is tucatnyi olyan növényt találhatunk, amelyeknek vagy a virága, vagy a magja, vagy a hagymája, vagy éppen adott esetben a teljes növény méreganyagokat tartalmaz. Csapjunk is most egy kört, és a teljesség igénye nélkül felsorolás szintjén megmutatok néhány növényt, hogy melyek azok, amelyek mérgezőek. Kezdjük is el itt az egyik oldalon, és rögtön szembe jön velünk az aranyfa, vagy arancserje, azután a hortenzia, a fű alatt a kecskerágó, vadszőlő, tűztövis, másik oldalon a fagyal, ecetfa, japán lonc, terasz mellett a leander, illetve a füge. Apropó füge. Tudtátok azt, hogy ez a növény képes arra, hogy hólyagos égési sérüléseket okozzon a bőrünkön? Valószínűleg erre a kérdésre legtöbben nemmel válaszolnátok, pedig bizony képes rá. Évente több száz olyan növények által okozott mérgezés történik, melyeknek kórházi ápolása vége, és legtöbb esetben ezeknek gyerekek az elszenvedői. Ebből kiindulva jó gondolatnak tűnhet egy teljesen steril környezet kialakítása, azonban én ezt nem tartom a legjobb ötletnek. A gyerekek legalább másfél éves korukig minimum az egyik szülő felügyeletét élvezik a nap 24 órájában gyakorlatilag, és ez idő alatt nagyon kicsi az esélye annak, hogy mérgező növény jusson a kezükbe. Amikor már kicsit nagyobbak és saját erejükből mozognak, illetve megtanulnak beszélni, nyugodtan elkezdhetjük nekik a tanítást, hogy mi az, amit szabad és mi az, amit nem szabad. Érkezhet a hozzászólás, hogy de hát elegendő néhány másodperc is ahhoz, hogy valamit a szájába vegyen. Igen, ez igaz. De nagyon remélem, hogy egy 2 és 4 éves gyereket senki nem hagy felügyelet nélkül az udvaron játszani. Az óvodákban és iskolákban nem véletlenül történik az, hogy inkább kagylókat, csigákat, különböző formájú és színezetű faleveleket gyűjtenek, mint sem ricinus magot. A gyerekeknek ugyanúgy meg kell tanulniuk a növényekkel való együttélést, mint minden mást az életben, és ezen a ponton hoznám be a kutyákat, például a kölcsönös együttélést nekik is mindkettejüknek meg kell tanulni. A gyereknek ugyanúgy megtanítjuk, hogy nem szabad a kutyának a szőrét tépni, nem szabad a fülébe nyúlni, és nem szabad az öklét ledugnia a torkán. Ezzel párhuzamosan a kutyáknak is megtanítjuk persze, hogyha túl erősen harap rá a kezére, akkor annak bizony sírás lesz a vége. A kutyák és növények párosításánál már egy kicsit más a helyzet, de itt is minden a tanulással kezdődik. Nekik sokkal kifinomultabb érzékszerveik vannak arra, hogy meg tudják ítélni, hogy mi az, amire szükségük van, és mi az, amire nincsen. Alapesetben ők sem fognak randalírozni az udvaron, és mindent lelegelni, ami eléjük kerül. Személy szerint úgy tanítottam meg, hogy a virágok közelébe nem mehet, hogy már egész kicsi korában pórázzal vezettem körbe-körbe az udvaron, napi fél órát, és amikor olyat akart csinálni, amit tilos, tapsolással és vezényszavakkal jeleztem számára, hogy semmiképpen ne próbálja meg. Esetünkben 2 olyan növény volt, amit hosszabb ideig fogyasztott, az egyik a fű, ez még jelenleg is tart, a másik pedig a tulipán szirom. Erről már sikerült azóta leszoktatni. Százszónak is egy a vége, minél hamarabb kezdjük a növényekkel való ismerkedést, annál kisebb az esélye annak, hogy bármiféle baleset történjen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!